Mi vagyunk a Chaos of Disorder nevű zenekar Szexárdról, a tagokat szeretném bemutatni. Kornél, szólógitáros, énekes, Gábor, basszusgitáros, vokálos. Az egyik tagunk jelenleg nincs itt, ő Kálmán, ő is szólógitáros, énekes, én pedig Csavesz vagyok, a dobos. Hát a zenekar tagjai végül is barátok voltak már hosszú idő óta, és hát úgy döntöttünk, hogy szeretnénk egy zenekart csinálni, mert hát végül is hasonló stílusú zenét hallgatunk, mint amit játszunk is, és emiatt úgy gondoltuk, hogy szeretnénk mi is tenni valamit a magyarországi metal élet fellendítése érdekében. Megjött a gitárosunk, Kálmán. Hello. És ez a zene a szívünk között, és úgy érezzük, hogy ezt valamilyen módon föl kell rendíteni itt hazánkba, mert egyre inkább csak ez a divat zene megy, és mindenki csak a műanyagot hallgatja, és ez így nem mehet tovább. Ezért jó, hogy vannak ilyen rendezvények, sajnos elég kevés van, főleg itt Szexárdon. Hát, majd reméljük valamiben jobb lesz a helyzet. Nehéz lenne elmondani. Azért próbáld meg. Bizonyos életérzést tükröz, azt hiszem. Mi így érezzük, hogy ezt kell csinálunk. Ezt röviden ennyi. Körülbelül egy éve vagyunk együtt. Hát, még olyan sok bullying nem volt, hiszen 11 néhány. És hát reméljük azért még ennél jobb lesz. Mi vagyunk a Sündörgés, ebbe a felállásba körülbelül február óta játszunk. Én vagyok az egyetlen új ember, a többiek már tolják vagy 7 éve. Annyi idősek vagyunk, mint a kislány. 7 éves. Igen, első osztályban ért. És éppen ezért nagy példaképünk, Bíborka. Hát a zenekar felállása az a tipikus, ez a két gitár, vagyják basszus meg dob. Itt van Nyerki Tamás, ő például az egyik gitáros. Én vagyok Nyerki Tamás, az egyik gitáros. Basszusgitáros Létai Péter! Azon a hangszeren én próbálkozom. Hát... A legtöbb szólót azt a Pirisa Leventétől halljuk. Pirisa Levente. A doboknál pedig... Én játszom a legtöbb szólót. Ja igen, ő játsza a legtöbb szólót, és hát a Görfő Peti pedig a csajok kedvence. Szevasztok, szevasz Szexárd. És itt van Borcsa is, Borcsát is mutass, hát és Bíborka, aki annyi idős, ahány a zenekar. Sziasztok! Vékely Bíborka vagyok. Egyszer majd bentartok, ha már túl nagy lesz a szél. Mert ott belül felett a szék, mindenki megugyanul a kép. Ember és ember között, ahogy soha nincs különbség. Amiket hogy hallottatok, azok már azok a számok megvannak egy jó ideje. Most próbálkozom már újabbakat írni. Hál' Istennek, nagyon lassan megy. Most kezdjük befejezni a CD-t, már fel van véve. Még az ének hiányzik róla, meg nagyon béna volt a basszusgitár, és még egyszer fel kell játszani a basszusszólamot. Sajnos. Hát igen. Most rakták fel az új fakezemet, és ez még nincs bejáratva. De a stílus az, azt hiszem, hogy az, amit láttatok, az körülbelül az is meg is fog maradni. Hát nyilván mindenki akar újítani saját magába, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Arra törekszünk, hogy szívből jövő őszinte dallamokat játszunk, és őszintén kőkemények legyünk. Erre törekszünk. A Levente szeretne még valamit mondani, a Levente. Igen, de ez azért van, mert ez a stílus, amit mi csinálunk, ez most látszik, hogy feltörekvőbe van, ugye? Tehát kamerában mondom, feltörekvőbe van, tehát tavaly még eljöttek 500-an, idén már 100-an jöttek csak, tehát látszik, hogy egyre többen szeretik ezt a stílus. Úgyhogy már van egy-két techno számunk is, azt kezdjük gyakorolni, és utána átérünk... Ipari techno! Utána a drum and bass-re átérünk, mert a Dáridóban van egy meghívásunk, és Lakodalom Lajos fogjuk kísérni. Kaptunk egy mikrofon ma este, és ennek tényleg örülünk. De mi a kérdés? 10 éves a zenekar. Mert nem, már még így is, így. 10 éves a zenekar, és... Ne menjél már el! Tényleg attól függetlenül még szeretnénk csinálni egy két dolgot. Például tavasszal új lemezt tervezünk, amit mi halálosan komolyan gondolunk, aztán ha majd meghallgatja valaki, az még jobb nekünk, de ja, megcsináljuk. Nem jött meg 10 év alatt a nagy siker, és most már úgy érezzük, hogy nem is fog. Éppen ezért nem hagyjuk abba a zenélést. És éppen ezért, hogyha már nem jött meg valami dolog, akkor már a nyeretlen 2 évesek. Tudod, mi ez, amikor az ember totál esélytelen? Akkor már tök mindegy, csinálja tovább, és kész.
Ez olyan, mint hogy Tamás, te se vagy még az RTL-nél, de még lehetsz, érted? Ennyi. Úgy örültünk, hogy veletek, hogy a Gyula itt volt, és üdvözlők az egész kollektívát, és tényleg a proszektúra nem adja fel, küzdünk az utolsó macska körmeinkig. Zita egy tündér, a sündörgés... Igen, a sündörgés a fiatal zenekar, és éjjel soká minden, ami itt volt ma este. Mi vagyunk a? Leof! Szexhádról. Szexhádról. Kis Balázs ének gitár. Kis Bálint basszus gitár. Máté Viktor gitár. Cupa Attila nincs itt, ő dobol. Hagyományos, kemény, nyers, füstös rock'n'rollt, rockot játszunk. Semmi extra, hogy miért választottuk. Szeretjük. Könnyen veszi a közönség. És a legjobb. Bálynak megszületett a fia, úgy hívják, hogy Huba. Férjes, vagy feleséges ember. Igen, nős. Nős. Velünk a három év alatt történt? Tűzkerékkel turnéztünk, egy országos turnét. Erdélyben is játszottunk már. 99. februárjában megjelent az első lemezünk, és évvégén reméljük, következő év elején, tehát 2001 elején, 2000 végén, talán megjelenik a következő is. Egész biztos, hogy megjelenik. Csak rajtunk múlik. Hát csúnya szót nem akarok mondani, de egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit csinál, meg mit szeret, meg... Ennek a zenének is meg lesz a közönsége. Egyetlen egy dolog van, teljes bedobással, akarattal, és éjjel-nappal ezen kell gondolkodni, ezt kell csinálni, nincs más lehetőség. Ezt félváron nem lehet venni, nagyon nehéz a helyzetünk, sokkal nehezebb, mint egy éppen befutni kívánó Pocsék diszkóbandának. Nem hiszem, hogy ezt magyaráznom kell. Mi ezt csináljuk, mi úgy érezzük, hogy a gitárban is van még lehetőség, nem feltétlenül kell a különböző elektronikákat felmutatni ahhoz, hogy valaki tudjon valamilyen zenét csinálni. Egy kis zenei tudás, gyakorlás, tehetség, és előttünk a jövő. Én megszerettem a gitárt, mint hangszert, és ezzel együtt megszerettem ezt a zenét is, és úgy érzem, hogy ezt nekem vinnem kell, ezt nekem csinálnom kell. Remélem, hogy Isten is tartja bennem a lelket jó sokáig.
bemutatnám a zenekart. Ő Tamás, gitáros énekes, Dávid a dobok ördöge, Péter másik gitáros, és én pedig jómagam Szabolcs vagyok, a basszus gitáros. A zenekar ebben a felállásban másfél éve működik. Én úgy szálltam be hozzájuk, ők már előbb megvoltak, és azóta úgy kezdünk koncertezgetni, meg kiadtunk egy kazettát is. A zenénk az elég kemény, súlyos zene, negatív dolgokról szól, az élet negatív oldalairól, mert nem csak a jó dolgok vannak a Földön. És miért kell ezeket megmutatni, ha nem jó dolgokat? Hát mert velünk megtörténnek. Egy-két dolog megtörtént, szóval a szövegek azért részben személyesek, részben pedig a világ dolgairól szólnak. Mert nem csak úgy élet az ember, hogy hú de jó minden, hanem vannak rossz dolgok is, és ezt meg kell mutatni, mert van. Nem kell mindent eltakarni. Majd én elmondom a véleményem. Az az igazság, hogy az életnek azért kell bemutatni a negatív oldalt, mert a médiák csak is a pozitív oldalt mutatják meg a dolgoknak. Ez egy rétegzene, hál' Istennek azért van rá közönség, mint a Mellékkel tábora mutatja. És azért, mert minket vonz ez a negatív élmény, ami minket ér minden egyes alkalommal. Például egy hónapja körülbelül ellopták az összes cuccunkat, feltörték a próbahelyünket. Mondjuk erről még nem szól egy szám se, de biztos, hogy fogunk kérni róla. Az egész életünket erre tettük föl. Mindenki zenélni akar. Soha nem állunk meg. Ellophatják százszor a cuccunkat. Teljesen mindegy, nem állunk meg soha. Mert ennek az a lényege, ellentétben a média által sugárzott ilyen diszkózenével, hogy szóval mi a szívünkből muzsikálunk, nem pedig a pénzért, vagy akármi másért, külső indokból, csak is magunkért. Minket nem igazán érdekel, hogy mennyit kapunk egy koncertért, vagy mennyit adunk el a kazettából. Az összes pénzünket ebbe fektetjük, mert szeretjük csinálni, és ez jó érzés, hogy ezt csinálhatjuk. Például most is olyan kölcsönöket veszünk föl, hogy tudjuk, hogy nagyon el fogunk adósodni, de hát mi csináljunk. De muszáj, ez az életünk, ezt szeretjük csinálni. Szexárdi zenekar vagyunk, mi ketten szexárdiak, ők ketten dunaszentgyörgyiek. A zenekar körülbelül 2 éve létezik ebbe a felállásba. Kovács Gergő dobol a zenekarba, Véner József basszusgitározik, Dömötör Géza a névadónk, ő szintén gitározik, és Pál András vagyok, és a változatosság kedvéért én is gitározom. Ő a basszusgitáros, a Józsi, én vagyok a ritmusgitáros, ő pedig a szólógitáros, ő pedig a dobos.
A dobján nincs egy húrse, ez a változatosság kedvéért. Az elmúlt két évben az történt, hogy sokat koncerteztünk, megfogom a mikrofont, mert ezt mondták. Volt egy kb. 20 koncertünk eddig az életünkben, nagyon élveztük ezt a mai bulit is. Tulajdonképpen szeretünk zenélni, ezért vagyunk együtt, ezért szeretünk itt lenni, Szekszárdon, bárhol a világon. Igazából, amikor összeállt a zenekar, nem határoztuk el, hogy ilyen stílusba fogunk zenélni, ha ezt lehet akármilyen stílusnak is nevezni. Ez így alakult az évek során. Tulajdonképpen a Géza barátommal ketten már úgy 3-4 éve ismerjük egymást, együtt írtuk a dalokat, és 3-4 év termése ez, amit most hallhatott az ember. Igazából, mára meghallgatta, igen. Nagyjából ennyi. Mi ketten írjuk a dalokat, amilyenek olyanokra sikerülnek. Ez egy értelmes mondat volt. Eléggé kilógunk szerintem a mai repertoárból, mi itt próbáltunk ilyen popzenét gyártani a közönségnek, nem tudom, hogy ezt mennyire értették meg, és mennyire próbáltak felfogni. A zenénk lényege, hogy nem egy síkon próbáljuk művelni a hangszereinket. Az értelmes mondatot megint csak, Józsi, te is mondj valamit. Szóval se jutok. Ó, még a tervekről hadd beszéljünk. Hát a tervekről annyit, hogy a közelmúltban szeretnénk mindent elérni, amit csak lehet a magyar pop történelemben. Andris? Igen, én is szeretnék mindent elérni. Szeretnénk Angliába menni és ott koncertezni. Homokot a Szaharába, hogy egy tanult barátunk mondja. Nagyjából ennyit tudok mondani. 50 év. Szeretjük a angol zenét, ez a lényeg az egésznek. Sziasztok! Hello!